A következő tervezési lépés a hosszelvény terepvonalának elkészítését követően a pálya magassági befektetése. Ehhez első lépésként a egyébként megtört terepvonalat kell olyan helyzetbe hozni, hogy a teljes terepvonal, tehát teljes hozban a terepvonalat egybe lássuk, hogy így majd be tudjuk rajzolni a magassági sokszögoldalakat. Erről lesz a továbbiakban szó, és ennek az elhelyezkedését hogyan tervezzük meg. Ennek első lépése legyen az, hogy ahol a terepvonalunk megtört, mert hiszen a formátumból kimentünk volna, hogyha folyamatosan visszük tovább a terepvonalat, a magassági léptéket másoljuk le, majd szintén a másol parancssal jelöljük ki a lejjebb lévő terepszint szakaszt, terepvonal szakaszt, a bázispont a terepvonal szakasznak a kezdőpontja, és ezt feltoljuk a korábbi terepvonal szakasz utolsó pontjáig. Így akkor egy folyamatos terepvonalat kaptunk. Amit még rendbe kell tennünk, az a magassági lépték, hiszen akkor tudunk csak magassági értékeket kontrollálni, leolvasni, ha a magassági lépték is a helyén van. Ehhez a ortóval átmásolt magassági léptéket mozgassuk fel, MO mozgat parancssal. Megint bázispont, ugyanúgy az előbbi bázispont, illetve ennek a korábban is alkalmazott pontja, a második pont. Győződjünk meg róla, hogy helyesen helyeztük át a magassági léptéket. Ehhez olvassuk le itt alul távolság parancssal, hogy mi a magasság különbség. A 209-es szinttől egy autókerrajzi egység, ugye az 10 centinek felel meg, tehát 209-10 a terepszint. Ezt megnézhetjük a listába is. 209-10, tehát a szervényezési értékek utáni terepszint magasságot megnézhetjük. Ugyanígy az eltolt magassági léptékről is olvassuk le ugyanezt az értéket, és itt is akkor ugyanúgy ugyanazt az értéket kaptuk, tehát egy autókedrajzi egységnyi magasság különbség a 209-es szinttől. Ha ez a egy vonalba hozás megtörtént terepvonalnál, így már előállt az a tervezési alap, amire már a pályabefektetést elindíthatjuk. Az elindítás úgy történik, hogy egy olyan kiegyenlítő vonalat próbálunk berajzolni az egyes terepvonal szakaszokra, amelyek a terepvonalat a lehető legtöbbször metszik. Ezzel tulajdonképpen a terepvonal szakaszoknak a tendenciáját próbáljuk meghatározni. Jó, rajzoljunk egy vonalat, hogy elkülönüljön az a fólia, ahol dolgozunk, hozzunk létre egy új fóliát, ez pedig a pályaszint fólia lesz. A pályaszint fólia ugyancsak legyen bíbor színű, és legyen ez az aktív fólia. Jó, és akkor próbáljuk meg az első terepvonal darabot. Látható, hogy a terepvonal futásában körülbelül ezen a tájon van egy törés benne, ami abból adódik, hogy az A és a B pont közötti semleges vonal szakasznak más az emelkedője, mint a B és a C szakasz között, ahogy ezt már a semleges vonal felkeresésnél már egyeztettük, megbeszéltük. Jó, tehát az első szakasz valahogy így helyezkedik el. Rajzoljunk, próbáljunk meg rajzolni egy vonalat, VO.
nem ragaszkodunk feltétlenül ahhoz, hogy kezdőpontból induljon ki. Próbáljuk meg, úgy, ahogy azt tettük a tengelysokszög oldalak beillesztésénél is, a szárkereszttel végigkövetni a terepvonalnak a futását, és így meghatározni valahogy a kezdőpontot. Ortót ilyenkor kapcsoljuk ki, sőt, a fogót is kapcsoljuk ki annak érdekében, hogy ne befolyásoljon bennünket, ne fogjon meg semmilyen objektumnak semmilyen jellemző pontját, és a gumivonal, megjelő gumivonallal próbáljuk meg ezt a kiegyenlítést tenni. Jó, ugyanígy a másik szakaszra is próbáljuk meg ráilleszteni a kiegyenlítő vonalat. Jó, hát látható, hogy ez egy kicsit fölfelé sikerült. Ezt hozzuk lejjebb. A fogó nincs bekapcsolva, tehát ezt megtehetjük. Talán még egy kicsit lehet módosítani. Kiindulásképpen ezt fogadjuk el, ezen még módosíthatunk, hogyha szükséges. A metsz parancsal metszük le az elején, tehát a kezdő szelvényértéknél, illetve a záró szelvényértéknél a másik szakaszt. Majd nézzük meg azt, hogy nincs-e szükség módosításra. Talán az első szakaszt egy kicsit lehet feljebb emelni. Jó, a második szakasznál is tulajdonképpen egy kicsit lehet mélyebbre vinni, illetve másik felét egy kicsit magasabbra emelni. Jó. A következő lépés az lenne, ha megvan ez a tendencia, hogy megnézzük, hogy ennek a vonalnak mi az emelkedője, amit berajzoltunk. Ez úgy történik, hogy a kezdő és a végpont közötti távolságmérés segítségével delta x és delta y értékeket határozunk meg, kérünk le az AutoCAD-től, és ennek segítségével határozzuk meg az emelkedő értékét. Most viszont szükség van a fogóra, a végpont fogóra. Menjünk a vonal végére. Jó, itt megkaptuk a parancsor fölött a delta y-t és a delta x-et. Hogyha a delta y-t, ami 72,46-47 kerekítve elosztjuk a 306,22-vel, akkor kapjuk azt, hogy 0,23. A magasságkülönbség osztva a távolsággal, vízszintes távolsággal és szorozva 100-zal az, hogy emelkedő értéket százalékosan fogja megadni. 23 lenne akkor, hogyha nem lenne a magassági léptékünk tízszeres torzításban. Tehát ha így tízszeres torzításban van, akkor ha ezt elosztjuk 10-zel, akkor a tényleges emelkedő értékünk az 2,3. Tehát ennek figyelembevételével határozzuk ezt meg. 2,3, illetve 2,36 lenne.
Jó, az a kérdés ilyenkor, hogy ez a 2,36, ami egyébként kerekített érték már eleve, hogy meghagyjuk el, vagy pedig tovább kerekítsük. Mivel a teljes tervezési hossz az ilyen 4-500 méter körül van, a két magassági sokszög oldal, vagy egyenlejtésű szakasznak a hossza ennek megfelelően nem több, mint 2-250 méter, nem is célszerű több szakaszra bontani, két egyenlejtésű szakasz tervezzen majd így mindenki, és a százalékos értéket, főleg azért, mivel rövid hosszról van szó, kerekítsük fel 10% pontosságra, tehát az előbbi érték, amiket 2,36 volt, most ugye vagy fölfele kerekítjük, vagy lefele, attól függ, hogy melyik illeszkedik jobban a terepvonal darabhoz. Kerekítsük itt most ezt lefele, és legyen 2,3%. Hogyan tudunk berajzolni itt a hosszelvényben egy ténylegesen 2,3%-kal emelkedő vonalat? Ha a kezdőpontot meghagyjuk változatlanul, akkor a vonalrajzolással, VO vonalrajzolással kijelöljük a kezdőpontot, ugye a majd berajzolt vonalnak az első pontja, majd a Alt-GR és a V, tehát a kukacjel behozásával relatív koordinátát adunk meg, tehát 100 vízszintes egységre kell, hogy jusson 2,3 autókedrajzi egység magasság különbség, hogyha nem lenne torzított a hosszelvény, de mivel torzított, ezért 23-at kell írni. 100 vesző 23. Láthatjuk, hogy meg is jelent már az új pontos vonal. Ha ezt elfogadjuk, akkor a régit kitörölhetjük egyből, de látható, hogy kicsit alá megy a terepvonalnak, tehát ezt a terepvonalat most feljebb mozgathatjuk, de ez most már 2,3%-os. Kiegyenlítettebb vonalat fog tudni ez adni a terepvonalhoz, mint az előző. A régit pedig távolítsuk el, hiszen az nem is pontosan 2,3%-os. Itt az elejét módosítsuk az elér parancsal, hogy érjük el vele a kezdő szelvényt. Jó, az első egyenlejtésű szakaszunk, egyenlejtésű egyenesünk megvan. Ezt a hosszabbítás parancsal lehet tovább vinni. Nézzük meg a másik szakaszt. Itt is távolságmérés. Újból nézzük a emelkedő értéket. 113, itt jelenik meg 113,46 osztva 258,01-el. Szorozva, ugye nem 100-zal, hanem 10-zel, ez 4,39, tehát ez 4,4%-ra kerekítendő. Jó, tehát mindenki a saját feladatánál kerekítse 10% pontosságra. Jó, rajzoljuk meg ezt az új vonalat, hát ha ragaszkodunk a kezdőponthoz, akkor indíthatjuk innen. Kukac 100, vesző 44, ez lesz akkor 4,4%, annyira közel van, hogy bele kell nagyítani, hogy lássuk. És
illetve ezt ki is törölhetjük a korábbi vonalat, mert eléggé megközelítette, és az elér parancsal eléretjük a útszakasz végét jelző függőleges ordinátát. Jó. Tulajdonképpen mit kell ezek után megnézni? Ez tehát a terep vonal futását, tendenciáját mutatja be. Egy olyan ellenőrzésre van szükség, amelyik a pályabefektetésnek egy nagyon fontos ellenőrzése, mégpedig az, hogy olyan magassági vonalvezetést tervezzünk, hogy vegyük figyelembe a keresztszelvény terepvonalaknak a dőlését, és a terepvonalak dőlésénél a meredekebb, tehát a 20%-nál meredekebb terepszakaszokon igyekezzünk törekedni arra, hogy a földmű koronájának a bizonyos hányada nőtt földön legyen. Ezt a pályaállékonyság rajz mutatja be, ami letölthető a könyvtárból, megfelelő feladatot tartalmazó könyvtárból, és ez két keresztszelvény rajzot mutat be. Az egyik keresztszelvénynél a terepvonal dőlése, ahogy le is olvasható, 13%, a másiknál 35%, a 20% alatt, 20% vagy az alatti terep keresztdőlésnél arra kell törekedni, hogy a szelvények zömében, ami azt jelenti, hogy az 50%-nál kicsit több, biztosítva legyen ez a nőtt földön fekvés. Tehát ez azt jelenti, hogy ilyen esetben a korona, a K-vesző érték a földmű korona szélességének, a felének, 447 szélességnek a nőtt földön kell lenni, ami azt jelenti, hogy a humusz szint, ahol elmetszi a keresztszelvény tengelyét, ugye ott kell lenni ez a K-vesző per 2 értéknek, ez tehát azt jelenti, hogy magassági értelemben a terepszinttől 20 centire kell lennünk. Ugye ez azt jelenti, hogyha most megnézzük a terepvonalakat, itt a minta példában, így gyakorlatilag szinte mindegyik, ha megmérnénk, 20% alatt lenne. Mérjünk is egy keresztszelvényt, TA, távolságmérés, kezdő, végpont, és ugyanúgy, ahogy előbb tettük, csak ugye itt nincs torzítás, 37 osztva 204,5-tel, ez 18% ebben a keresztszelvényben, tehát így lehet megnézni. Milyen keresztszelvényt nézzünk meg, ehhez kapcsoljunk vissza a már kész hosszelvény terepvonalat tartalmazó hosszelvényrajzra, és hát nézzük meg, hogy melyik szelvény az, ami átlagosnak tekinthető. Hát átlagos pontnak vehető ezen a szakaszon, tehát szakaszonként egy-egy átlagos szelvény veendő, amelyik se nem a mélyponton, se nem a magas ponton van, tehát valami átlagos szelvényben mondjuk valahol itt, tehát ehhez közelebbi szelvényt nézzünk, ez legyen az 1+77=21, 1+77=21, nem is kell megmérni, ugye ez 20% alatti, a pontosság kedvéért egy gyors méréssel azért kontrolláljuk le. 28,19 osztva 204,5-tel, ez 13,7, tehát 20% alatt van. Vagyis ugye itt is humusz vastagságnyival 20 centivel lenne lejjebb ez a bizonyos földmű, vagy kiegyenlítő földmű szint. Tehát ugye ezt akkor még a terepszint alá kellene vinni. Ilyen esetben, amikor kicsi 20% alatti a terepkeresztdőlés, akkor
a pályaalékonyság zömében biztosítva van, tehát törekedhetünk a föltömeg kiegyenlítésre, ami azt jelenti, hogy ez a kiegyenlítő, valamit berajzoltunk, nagyjából megfelel ennek a kiegyenlítő földmű szintnek. Ugyanígy a másik oldalnál is ezt megtehetjük. Mi van akkor, hogyha ez nem igaz, akkor a pályaállékonyság rajz tartalmaz egy másik példát, ahol a terepkereszdőlés az 35%-os, és itt már kétharmad részének kell nőtt földön lennie a koronának. Hogyan tudjuk ezt áthelyezni, ezt a rajzot? A Ctrl és a Shift együttes lenyomása mellett, ha C gombot nyomunk, akkor alapmásol, parancsolnék meg, ahogy ezt már keresztszelvények telepanek rajzolásánál is elvégeztük. Mi legyen a beillesztési pont? A beillesztési pont legyen a földmű, illetve kiegyenlítő földmű vonalának és a tengelynek a metszéspontja, vagyis a kiegyenlítő földmű szint. Mit akarunk másolni? Gyakorlatilag másolhatjuk a teljes rajzot akár, így ahogy van méretezéstől együtt. Menjünk át a keresztelvény telefonalakhoz, és a kinézett szelvény legyen itt a tervezési szakasz vége felé, és itt a letételnél, ugye kontrollnyomása mellett V gombot ütjük, tehát a beillesztés, akkor a szomszéd fogóval próbáljuk meg letenni. A letételnél ugye arra kell figyelni, hogy a kétharmadot jelölő vonal, függőleges vonal és a kiegyenlítő földműsznek a metszéspontja a homosz szinten legyen. Jó, tehát most ez nagyjából megvan, most kijelöltem ezt a kétharmadot jelölő függőleges vonalat, és a kiegyenlítő földmű szaggatott sárga vonal, kiegyenlítő földmű metszéspontja kell, hogy a homosz szinten legyen, és az, hogy ez a kiegyenlítő vonal hol legyen, ez pedig a terepszinttől mérjük le a távolság méréssel, tehát a terepszinttől ez a magasság különbség itt 44 centi, tehát a terepszinttől 44 centire kellene lenni, hogyha ebben a szelvényben biztosítani szeretnénk a pályaállékonyságát. A kiegyenlítő földműszintnek kell ilyen mélységben lenni, ugye a pályaszint e fölött lesz majd, látható, hogy a kiegyenlítő földműszint és a pályaszint között 38 cm van, tehát ha nekünk a hosszelvényben pályaszintet kell ábrázolni, akkor majd ezt a kiegyenlítő vonalat vagy kiegyenlítő földműszintet kell majd fel emelni 38 centivel, 3,8 autókerületrajzi egységgel. Jó, tehát még egyszer az átlagos pontokat, ha mindegyik szakaszra egyet-egyet érdemes megnézni, hogyha kisebb a terepkereszdülése, mint 20%, akkor lehet a földtömegkiegyenlítésre törekedni, és aszerint meghatározni a vonalat. Ha elfogadtuk, akkor pedig a végső pályaszintvonalat kell majd megrajzolni. Jó, már most érdemes ideírni az egyes egyenlejtésű szakaszokhoz. Másolással hozunk be egy szöveget, és tüntessük fel, tehát érdemes ideírni, hogy emelkedő az kettős pont, itt 2,3%. A megadási pontossága az emelkedő százaléknak az 10%. Vigyük ide a másik szakaszra is, itt pedig 4,4 volt. Jó, a következő lépés tehát az, hogyha elfogadtuk a kiegyenlítő vonalnak az emelkedőjét, akkor másoljuk fel ezeket a egyenlejtésű egyeneseket, szakaszokat
olyan magasságra, ahol a pályaszint van, ha ez a kiegyenlítő földműszint, akkor a kettő közötti magasság különbség, ahogy az előző rajzon láthattuk, 38 centi, vagyis 3,8 autókedrajzi egység, hiszen magassági értelemben százas méltarányban vagyunk. Tehát másol parancs, válasszuk ki a másolandó egyenlejtésű szakaszokat. Bázispontként most itt nem konkrét pontot helyezünk le, lehelyezhetjük bárhol. Viszont az elmozdulás értékét azt relatív koordinátákkal adjuk meg, tehát a kukacjel után x irányban nem akarjuk, hogy elmozduljon a rajz, tehát nulla értéket adunk, majd jön a vessző, viszont fölfele azt mondtuk, hogy 3.8, 3,8 autókedrajzi egységgel másoljuk föl. Nem akarjuk többet lemásolni. Ezzel elértük azt, hogy a kezdő pont és a végpont az maradt, csak a korábban berajzolt kiegyenlítő vonal emelkedett fel 3,8 autóked rajzi egységgel. Ha ez is megvan, akkor a következő lépés az, hogy megvizsgáljuk, hogy az egyenlejtésű szakaszok között mekkora a töréskülönbség, mekkora a százalékos töréskülönbség, hiszen, hogyha meghaladja az 1%-ot, akkor lekerekítő ívet kell tervezni. Már a semleges vonal tervezésénél említettem azt, hogy ez direkt van így kiadva minden feladat, hogy legyen 1%-nál nagyobb töréskülönbség. Ebben az esetben ez 2,3 és 4,1, tehát itt 2,1 a töréskülönbség, vagyis lekerekítő ívet kell tervezni. A lekerekítő ív tervezésének első lépése az ív grafikus beillesztése. Ehhez válasszunk olyan, próbáljuk meg egy olyan ívet ide belajzolni, pontosabban kört először, amelyik a két berajzolt magassági sokszögoldalt, nevezzük így, érinti, és az elhelyezkedése pedig nagyjából a terep vonalnak a futása szerint megy. Tehát rajzoljunk most egy kört. A körrajzolás, azaz érintő-érintő sugár értéke menjen, tehát az E betűt ütjük meg. Első, második érintő körsugara mondjuk legyen 500 első nekifutásra. Ugye ez az 500-as ív, azt láthatjuk, hogy itt az ív közepe környékén eléggé eltávolodik a terepvonaltól, tehát ennél kisebb ívet kell választani. Jó, kör rajzolása legyen a érintővel első és a második legyen mondjuk 450. Ez már jobban megközelíti, ugye, hogyha itt összehasonlítjuk ezen terepvonal szakaszt meg ezt, már majdnem jó, ezt lehet finomítani. Itt a próbálgatásnak a végén legyen ez az érték. Jó, ha ezt most megnézzük, ez szinte párhuzamosan fut a terepvonallal. Jó, hogy ne a teljes kör kelljen mindig behozni, és ne is látszódjon, ezért rajzolhatunk metsző függőlegeseket. Amelynek segítségével, a metsz parancssal a körnek a nem kívánt részét le tudjuk metszeni. Mit határozzunk még meg? Határozzuk meg egyrészt a két egyenlejtésű
szakasznak a metszés pontját. Tehát rajzoljunk az ortó bekapcsolása mellett egy függőleges ordinátát a metszés pontból. A merőleges kapcsolóval pontosan el tudjuk éretni a felső fejlécnek a külső vonalát, illetve rajzoljunk egy függőlegest a érintési pontokból. Kijelölvén így a grafikus ívnek a kezdő és végpontját, amely a következő tervezési videónak majd a kezdő ábrája lesz ez, amit most látunk, meg az ív berajzolása, hiszen a lekerekítő ív majd az esésváltoztató módszerrel történik. Ennek ismertetésére van egy mintarajz, amit majd rendelkezésre bocsátok PDF formátumban, illetve a következő videóban pedig részletesen bemutatom, hogy hogy történik itt az esésváltoztató módszerrel a lekerekítő ívnek a berajzolása. Ez lesz majd a következő videónak a bemutatója, illetve majd a pontos pályaszint magasság értékek kiszámítása zárja a pálya, a hosszelvény pályavonának befektetését, a hosszelvény pálya befektetését. Köszönöm a figyelmet!